Köszöntöm kedves nézőinket, Egy Csésze Kávé című műsorunkat látják innen a Bécsi Kávéház teraszáról. Mai beszélgető partnerem dr. Budai L. Károly lesz, akivel az algákról és annak jótékony hatásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk! Nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, az algákról és annak jótékony hatásairól. Ön hogyan került kapcsolatba az algákkal? Hát ez egy érdekes történet, mert én már több mint 10 éve keresem annak a megoldását, hogy kivédjem azt a helyzetet, hogy azt mondjam a betegnek, hogy hát ezzel aranyos, meg kell tanulni együtt élni. És nyilvánvaló, hogy ehhez egyéb dolgokat is át kellett néznem, bele kellett nézek, vagy el kellett végezek, mint ami az Orvosi Egyetem adott. Így kerültem kapcsolatba a természetgyógyászattal, és annak számtalan válfaját megismertem, több mindenből le is vizsgáztam, és így 10 év elteltével, bocsánat, azt tudom mondani, hogy a lényeg abban rejlik, hogy a gyógyításnak 3 szintjét kell megvalósítani, és akkor rendben lesz az embernek az egészsége. Nem elég csupán a fizikai szintű gyógyítás, mert ha az ember a lelki konfliktusait nem oldja fel, akkor a fizikai szinten történő gyógyítási szándék nem jár eredménnyel. Ezt számtalan példa bizonyítja. És a természetgyógyászat egyes ágai éppen, hogy megcélozzák az energetikai szintű dolgot, például a hagyományos kínai orvoslás vagy nesterápia, a szellemi szintű gyógyítással foglalkoznak a belső utazások, a szellemgyógyászat és egyebek. És fizikai szinten természetesen jönnek a tisztítókúrák, jönnek az egészségmegőrző táplálékkiegészítők és egyebek. Most én foglalkoztam már előtte az aloe verával, az mindenki számára ismerős, de amikor megláttam a különbséget, hogy aloe vera és az algák között, hát akkor egyértelműen az algák mellett döntöttem. Mert fizikai szinten, amit az algák tudnak csinálni, hát az számomra egy csodálatos dolog. És akkor elmondom 3 pontban az, hogy miről szól a történet. Tehát a Chlorella vulgaris nevű zöld alga képes arra többek között, hogy a sejteinkből kivigye még a nehéz fémmérgezést is, és egy olyan mennyiségű klorofilt viszek be a zöld alga fogyasztásával, ami tulajdonképpen a szervezetemnek a lúgosítását nagy mértékben megoldja. Rengeteg dolgot lehet még mondani a Chlorella vulgarisról, de mondjuk ez az, amiben ő más, mint a többi. Ha megtörtént a sejtjeimből mindenféle zavaró tényezőnek, E621-es és egyéb ilyen dolgoknak a kitisztítása, akkor szóba jöhet már, hogy ezek a sejtek elkezdenek normálisan működni, tehát mondom, sejtszintű gyógyításról beszélek, és ehhez viszont már kellenének azok a valós és lényeges anyagok, amire a sejtnek szüksége van. Most azt mindenki tudja, hogy a mai táplálékunk már nem tartalmazza mindazt, amire szükségünk van. Emlékszik, aki velem egy idős vagy, majdnem annyi, mint én, tudja, hogy milyen íze van a paradicsomnak, a földi epernek és a többinek, és hogyha bemegyünk egy hipermarketbe, akkor ott gyönyörű portékát látunk, de azoknak éppen ízük nem lesz. Teljesen más a történet, és hát ez pont azért van, mert nincs bennük már az a mikroelem anyag tartalom, aminek lennie kell. Én Márai Gézával is felvettem a kapcsolatot, aki a Gödöllői Agrár Tudományi Egyetemen oktatott, és átadta a tanulmányait, és hát ebből rengeteg dolog kiderült, például a 40-es években termesztett krumpli, pityóka, burgonya, ki hogy ismeri, akkor még 147 mikrogram vasat tartalmazott, manapság meg 5-7 mikrogramot. Úgyhogy akkor azt hiszem ez elég világos, de hát a káposztával és az egyéb dolgokkal is így van. Tehát ha nincsen bent a táplálékunkban az, amire szükségünk van, akkor a sejtjeink nem tudnak miből építkezni. És most pont az jön, de a második rész, ha már mindent kitakarítottam a Chlorella vulgarisszal, akkor itt a csodálatos spirulina és a Lithotamnium calcareum, egy kőalga, egy makroalga, amelyek több mint 4000 vitális anyagot tartalmaznak. Ez döbbenetes, mert ha összevetem az egyéb táplálékkiegészítőkkel,
akkor ez messze fölül múlja, nem kétszeres, háromszoros, hanem 20-szoros adagról van szó, mert a fokhagyma 250 vitális anyagot tartalmaz, és az egy természetes antibiotikum. A búzafű több mint 100-at, az alajövera 273 körül van, de mondom, ez több mint 4000. És ez nem azt jelenti, hogy le fogom mérgezni a szervezetemet, mert most 4000 vitális anyagot van, a sejtjeim, szoktam mondani, azok intelligensebbek, mint én magam, és csak azt fogják kiválasztani a kínálatból, amire nekik szükségük van, és minden nap azt, amire szükségük van. Na most ebből adódik, ha már jól működik a sejtem, és ott van például a litotánium kalkáriumnak a kálcium tartalma, ami élő kálcium, és 92%-ban felszívódik, hogy a csontritkulás, hát uram, bocsán, meggyógyul. Ott vannak a nyomelemek az algákban, az összes, amire szükségünk van, ott vannak a vitaminok, még a B12 vitamin is megtalálható, ami tulajdonképpen állati eredetű táplálékból kerül be a szervezetünkbe máskülönben, és ami a legfontosabb, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is elismeri, hogy az algák 100%-os táplálékot képviselnek, tehát nem táplálék kiegészítők. És miért? Mert a 24 aminósavat, amire szükségünk van a fehérjék felépítéséhez, ezt mind tartalmazzák. A 8 eszenciális aminósavat is beleértve. Tehát az aminósavakból épülnek fel a fehérjeink, 24 féle aminósavra van szükségünk, hogy a fehérjeinket felépítsük, abból van 8, ami nem hiányozhat, és ez mind ott van. Tehát nyilvánvaló, hogy 100%-os táplálék az alga. Azt is mondhatjuk tulajdonképpen, hogy a különböző problémáinkra, amikre mondjuk különböző gyógyszereket szedünk be, amelynek különböző mellékhatásai vannak, akár a megfelelő alga is helyettesítheti? Igen, ez egy jó kérdés. Senkit nem biztatok arra, hogy szedje az algát és tegye félre a gyógyszereit. Hát nyilvánvaló, hogy vannak olyan betegségek, olyan tünetcsoportok, ahol a gyógyszerek szedése nem mellőzhető. De tény, hogy az algák szedésével fantasztikusan kezd a beteg állapota javulni. Nekem olyan cukorbetegemnek jött rendbe a lába, akinek le akarták vágni a lábát, tehát a mikroangiopátia, tehát a kisereknek a betegsége, ami már a cukorbetegség szövődménye, egyszerűen megoldódott. A bőrnek megint bőrszíne lett, a pulzus tapintható, és már a lábujjait elvesztette előtte a bácsi. A megmaradt talpi fekélyét még pontlézerrel gyógyítom, és szedi az algát. De ugyanezt elmondhatom a hepatitiszre, a C-típusú hepatitisz is rendbe jön. Igen, kedves kollégák, hogyha nézik ezt a riportot, a C-típusú hepatitisz is gyógyítható, meg még a cirrózis hepatitisz is. Tehát túl kell lépjünk azon a gondolatkörön, amit tanítottak nekünk, hogy vannak gyógyíthatatlan betegségek. Én azt hallottam még az öregektől, hogy gyógyíthatatlan betegség nincs, csak gyógyíthatatlan beteg. És én úgy látom, hogy ez tényleg így igaz. Tehát a gyógyszerekkel kapcsolatosan nem arról van szó, hogy a gyógyszereket helyettesíti, hanem alapjaiban teszi rendbe a sejtjei működését. És ha azok alapjaiban rendben jönnek, akkor eljutunk oda, hogy egy idő után felesleges lesz a gyógyszernek a szedése, de hát ezt természetesen a kezelőorvossal, háziorvossal egyeztetni kell, hogy jobban vagyok, hogy szedem a cukorgyógyszert és mindig hipózok, hát akkor csökkenteni kell az adagot, vagy szedem az inzulint, és már kevesebb inzulinra van szükségem. Olyan cukorbetegünk is van, aki a kettes típusú inzulinos cukorbeteg és meggyógyult belőle. Agyvérzések utáni állapotok fantasztikusan javulnak. Tehát nem csodaszerről beszélek, hanem egy csodálatos segítségről, ami fizikai szinten, még egyszer mondom, fizikai szinten a testemet igyekszik karbantartani, illetve helyreállítani. Gondolom, nagyon sokakban felmerül a kérdés, hogy korunk népbetegsége a rák. Ugye minden nap szóba kerül különböző médiumokban, hogy vajon ez az alga mennyire tud segíteni, vagy megelőzni akár? Hát ebben fantasztikus szerepe van, mivel, hogy mint mondtam, a klorofil tartalma miatt fantasztikusan lúgosít, és akkor nevesítve a búzafűnek 1 g per kilogram a klorofil tartalma, ennek meg 4 g, tehát 4-szer több klorofil van benne. Lúgos környezetet fog végre biztosítani a szervezetemben. Mi kell a daganatos sejtnek? Savas környezet és oxigén hiány.
és mit teszek, ha beviszem az algát a szervezetbe, lúgosítom a szervezetemet, és hát aki foglalkozik természetgyógyászattal, az tudja, hogy fényt viszek be a szervezetembe. Igen, mert ugye a klorofil az a fénynek az eredménye. Fény hatására lesz klorofil, bevittem a klorofilt, akkor fényt viszek be. Nem mindenki számára ismert dolog az, hogy az élővérnek a vizsgálatával, mondom, nem az alvat vér, az élővér vizsgálatával, mikroszkóp alatt szomatoidokat figyelhetünk meg. Ezek nagyon csillogó, mozgó kis részecskék, a fénytestecskék, amelyek előre megmutathatják, hogy nekem 24 hónap múlva milyen betegségem lesz. Természetesen ezek olyan dolgok, amivel a klasszikus medicina, az akadémikus orvoslás nem akar még foglalkozni, de hát attól még létezik. Tehát én nekem az érdekel, hogy a gyógyulásról ki tud nekem valami újat, elfogadhatót és mondani, ami a gyakorlatban bizonyítja, hogy működik. És akkor innentől engem, én gyakorló ember vagyok, én abból indulok ki, hogy ha ez működik, és jó, akkor használjuk. Akkor használjuk, és hogy erre most ki milyen elméletet fog gyártani, az egy dolog, de az algáknál egyszerűbben semmi, de semmi nem hat. És akkor nem beszéltem egy harmadik nagyon lényeges dologról, ami a ráknál nagyon fontos, a Haematococcus pluvialis, a negyedik algafajta, ami bent van az immunkapszulában, és ez a világ legerősebb antioxidánsa. 550-szer erősebb, mint az E-vitamin, 60-szor erősebb, mint a C-vitamin. Hihetetlen, hogy mit tud. Tehát a szabadgyököknek a megkötésében a legjobb választás. A szabadgyököknek a megkötésében a szervezetünk eddig a vitaminokat használta, és most nem akarok itt részletbe belemenni, de hát ez négyféle vitaminnak az együttes jelenlétére van szüksége az, hogy egy szabadgyökök kikísérjenek a sejtből. Ugye? Itt pedig az asztaxantin nemes egyszerűséggel megfogja a szabadgyököt és kiviszi. És akkor képzeljük el, hogy ebben a környezetben, amiben itt és most élünk, hogy milyen mennyiségben fordulnak elő károsító tényezők. Nem csak az anyagcsere folyamán keletkező szabadgyököknek a felszabadulásáról beszélek, hanem ami úgy mondjuk a kozmetikumokkal, a bőrünkön keresztül bejut a szervezetünkbe. A 80-as években mutatták ki, akkor még csak 3000 kozmetikai anyagot használt a kozmetikaiban, abból 2000 vagy rákkeltő volt, vagy mérgező. És ez a bőrünkön keresztül bejut, a májat kikerülte, tehát van, komoly dolgok elé állítjuk az immunrendszerünket, és ha az immunrendszerünk jól működik, akkor a rákos sejteket az kiszűri. Tehát az immunrendszerem akkor fog jól működni, ha nem terhelem le a szervezetemet felesleges mérgekkel, és megoldom a konfliktusaimat, a lelki görcseimet. Épp ezt akartam kérdezni, hogy mennyire fontos ugye a betegeknek a hozzáállása, tehát hogy elfogadom, beveszem, lesz valami, vagy tulajdonképpen valamiféle kis életmódot is kell váltani. Hát az a életmód, hát igen. Ugye minden betegség életmód, forrása a lélek. Szoktam mondani a pácienseknek, hogy egyszerűen megértsék, csak attól betegszünk meg, amit itt beviszünk, meg amit itt gondolunk. És ha másképp táplálkozunk és másképp gondolkodunk, akkor biztos, hogy meg fogunk gyógyulni. Tehát itt, amíg az ember nem tesz semmit azért, hogy meggyógyuljon, addig nem lesz belőle semmi. Hogy az egészségünk megőrzésében 25% szerepe van a genetikai állományunknak. Köszönöm szépen, itt élünk a Kárpát-medencében, nagyon jó a genetikai állományunk, úgyhogy ezzel nincs mit... Miért meg mi vagyunk felelősek? Amiért mi vagyunk felelősek, az 60%, 30%-ban a táplálkozás, 30%-ban az életmód. És az egészségügyi ellátórendszer 15%-ot tud ezzel rontani vagy javítani. Úgyhogy tetszik, nem tetszik, mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy igenis én vagyok a felelős. Lehet mutogatni a szomszédra, a mindennapi kormányra, vagy az egészségügyi ellátórendszerre, de én vagyok a felelős. És amíg a beteg nem érdekelt abban, hogy egészséges életmódot éljen, addig nem fogunk előre lépni. Azért a nyugati országokban az egészségügyi biztosításnál figyelembe veszik, dohányzik, nem dohányzik, milyen életvitele van, stb. Tehát itt lehet azt mondani, hogy beteg vagyok, orvos, gyógyíts meg, de a beteg nélkül, a beteg aktív részvétele nélkül nem lehet a beteget meggyógyítani. Tehát mindenképpen kell az,
hogy a hozzáállásán változtasson, a táplálkozásán. Ha minden nap megeszi a napi húsadagját, akkor ne csodálkozzon, hogy elszállt a húsav szintje. Ha nem tud lemondani a Coca-Coláról, akkor ne csodálkozzon, hogy 30 évesen csontritkulása lesz. Hát ezek olyan dolgok, amelyekről beszélni kéne. Ezekről beszélni kéne. És nem az a lényeg, hogy milyen energiaitalokat lehet kapni, milyen bombákat, vagy nem tudom én miket, hanem milyen természetes energiaital van, ami tényleg energiát ad, és nem mérgez le. Hát nézzük meg, hogy ha megveszek egy, bemegyek egy élelmiszerboltba kenyeret venni, én azt a kenyeret veszem meg, ami 4 vagy 5 összetevőt tartalmaz. Ugye kell bele víz, liszt, élesztő, krumpli, és nagyjából ennyi. Meg só. Hát hogyha egy kenyérnek 53 összetevője van, én nem akarom most nevesíteni, csak nézzék meg, hogy mit vesznek, akkor azt a kenyeret nem szabad megvenni, meg tudom mutatni, 2 hónapja vettem, még mindig friss, és még a penész nem költözött belé. Tehát ezt csak mutogatni szoktam elrettentésképpen. Tehát ha nem figyelünk oda, és nem táplálkozunk tudatosan, nem vigyázunk a napi ritmusunkra, a ritmus, ami nélkül bedöglik minden. Hát ritmus nélkül nem megy. Tehát meg kell legyen az alvás ébrenlét között a ritmus, meg kell legyen a munka, a pihenés között a ritmus. Ha nem öltözködöm fel úgy, ahogy az évszaknak megfelelő, akkor nem tudok mit tenni. Ha a gyerek nincs felöltöztetve, és kilóg a dereka, akkor természetes, hogy meg fog fázni. Ugye, hát ezek olyan dolgok, amik adottak. Hát, remélem, tudom. A kedves nézők nagyon sok érdekességet tudtak meg ebből a beszélgetésből. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm a lehetőséget.